Üdvözlöm mindenkit, ez a Szex Kultúra Podcast. És a stúdióban ketten vagyunk, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor. Itt a tavasz, és itt vagyunk a hetedik évaddal, felébredtünk a téli álmunkból, és hát az első téma, amit hoztunk mára, az meglehetősen egy érzékeny terület, talán az egyik legérzékenyebb terület az elmúlt időszakból, ami minden szempontból átszűtte a magyar közéletet. Ez a kérdés pedig a pedofíliának a kérdése. Mi a pedofília? Hol, mit gondolunk erről? Orvosi szempontból, szexológiai szempontból, hová rakjuk ezt kulturálisan? Egyáltalán az a szóhasználat, az a szép hétköznapi szóhasználat, amit ben nagyon sok minden jelenséget pedofiliának nevezünk, ez egyáltalán helyese, szét lehet ez bontani különböző területekre. És így az előre fontos elmondanunk, hogy bármi fajta olyan cselekmény, ahol akár kiskorú, akár nagykorú ember olyan jellegű közeledésére, amit őt nem szeretne, egy kiskorú esetében egyébként nem lehet olyan, ami, amit, 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 egy bármifajta beleegyezésre beszélhetünk, az szigorúan tilos a magyar jog szerint, és meg alapvetően abban a kultúrkörben, amiben mi élünk, és ez így van jól. Uh -huh. Ez valóban így van jól, és szögezzük le, hogy bármiféle szexuális viselkedés egy gyermekkel szemben megengedhetetlen pont. És akkor itt tisztázok azt, hogy a pedofiliába a viselkedés és a visszaélés az minden, ami a gyerek testével történik, az ő beleegyezése nélkül. De ez egyébként a felnőttkori szexualitásra is igaz, hogy visszaélés az, ami a testemmel történik a beleegyezésem nélkül, tehát nem csak az, hogy szexuális aktus történik, hanem a simogatás, a nemi szervek simogatása, a csókolgatás, ad a meglesése. Vagy arra kényszerítése, hogy én valamit végignézzek, amit, vagy, valamit nem akarok. És pont ezt szerettem volna mondani. Tehát a visszaélés az nem feltétlenül jelent szexuális aktust, és a pedofiliában sem feltétlenül jelent szexuális aktust, hanem egy olyan viselkedés, amelyik szexuális jellegű, és a kiskorú ellen, vagy a kiskorú bevonásával történik. Igen, és akkor ezt leszögezve, mindent, amit ezek után fogunk beszélni, az természetesen egy szakmai beszélgetés, ami arról szól, hogy egyébként hogy jól használjuk-e ezt a szót, mit használunk ebből, milyen kultúrkörökben ez mit jelentett. És azt is, hogy ezzel kapcsolatosan egyébként, ha valakinek ilyen késztetései vannak, akkor mit lehet ezzel kezdeni? Akkor kezdjük talán az elejéről. Mi az, amit tudományos szempontból pedofiliának nevezhetünk? Pedofiliának nevezzük azt, ami egy serdületlen gyermek iránti szexuális vágy, vagy megvalósult cselekedet, és a diagnosztika az azt mondja, hogy vagy a megvalósult cselekedet, vagy a megvalósult cselekedet hiányában egy nagyon erős interpersonális szorongás, és ennek a fennállása fél év, legalább fél éven keresztül. Igen, ugye az utóbbit egy pici szétbontva, ugye azt jelenti, hogy valaki nagyon erőteljes vágyat érez arra, hogy mondjuk közel legyen egy gyermek felé szexuálisan, ezt ugyan nem teszi meg, van benne mondjuk valami gátlás, vagy, vagy egyéb dolog, de ettől függetlenül ebből ez egy belső szorongást okoz, és ez, ez egy hosszabb, húzamosabb ideig össz, ö, fönnáll. A diagnosztikáról azért tudni kell, hogy többféle diagnosztikai megközelítés van, ez az amerikai, és van a, a, a WHO-nak egy másik megközelítése, ő már egyébként nem csak a serdületlenekre, hanem a serdülőkorba lépettekre is kiterjeszti a pedofilia fogalmát. Ez politikai, jogalkotási szempontból érthető, szexológiai szempontból viszont tudni hogy külön kell választani a serdületlen gyermek iránti szexuális vágyat, a serdülőkorba belépett iránti szexuális vágyat, és már a serdülőkorban lévő iránti szexuális érdeklődést. Ezek három különböző kategóriát hoznak létre. Ugye a magyar nyelvben, vagy a köznyelvben elterjedt pedofília az Magában öleni mindegyik, mind a három kategóriát, tehát gyakorlatilag a köznyelven a pedofiliát arra használják, hogyha valaki nem kiskorú, hanem fiatalkorúval lép szexuális Aki kapcsolatba. Aki egyébként testi szempontból mondjuk már... Még, még éretlen, tehát még nem tartozik az érett a szeg, a testi kategóriába. Igen, de vagy adott esetben akár már arra is használják, amikor már oda tartozna, hiszen mondjuk menstruációja van, abszolút... Testileg felnőttnek tűnik, de mondjuk egy kamaszkorú vagy egy fiatal felnőttkorú adott esetben még 18 éven alattira is néha használják. Ezek alapvetően nem helyes elnevezések, de abból esetben visszaélések szempontjából abszolút egy kitett korosztályról beszélhetünk. Az, hogy ez most szakmailag nem helyes kifejezés, az gondolom, hogy releváns. Tehát, hogy, hogy a, a köznyelven megengedhető ennek a használat, amit most megpróbáljuk helyre hogy különböző uh, definíciók léteznek erre és nem véletlenül, mert a mérésekkel lehet igazolni azt, hogy vannak olyan emberek, és itt fontos kiemelni, hogy alapvetően férfiakról beszélünk, mm -hmm. majd mindjárt mondom, hogy a nőkre mi vonatkozik. Vannak olyan férfiak, akik a serdületlen gyermek látványára mutatnak egyfajta erekciót, és vannak olyanok, akik már a serdülőkorban lévőkre mutatnak erekciót, egyébként ők a serdületlenekre nem, és fordítva mm -hmm. is igaz, ezek különböző típusai ennek a fajta szexuális érdeklődésnek, és a pedofiliával kapcsolatban elvétve találunk a szakirodalomban és a valóságban is olyat, hogy nők gyermekkorúakkal szemben szexuális viselkedést folytatnak, elsősorban mondjuk eszközökkel erőszakolják meg őket, nagy kérdés, és ez szakmai kérdés, hogy ez tekinthető -e a pedofília fogalmába tartozónak, vagy pedig egyfajta szadisztikus viselkedés viselkedésnek, ami, ami ami, szexuális... ami, aminek van egy szexuális töltete. Van olyan, aki azt mondja, hogy a pedofília az egyértelműen a férfiaknak egyfajta szexuális megrekedése az érdeklődésben egy, egy korosztály iránt. De azért azt érdemes tudni, hogy ez nem csak egy. Tanult dolog nem csak egy akkor nem, is azt mondjam, nem csak egy kondicionáláson múló dolog, hanem ennek vannak genetikai uh -huh. gyökerei és vannak szociális befolyások. Tehát ez egy, ez egy nagyon komplex történet. Régen azt gondolták, hogy ennek genetikai gyökerei vannak. A genetikai késztetések azok megvannak. Az kétségtelenül nagyon sokszor ott van, de nem csak az történik. A genetika csak megnyitja a lehetőséget arra, hogy valaki pedofil legyen, azok a kondicionálások, amik történnek vele. A kisgyermekkorban azok is ehhez hozzátesznek. Nem egyértelműek a kutatások, hogy például szexuális abúzust elszenvedett gyerekekből lesznek-e maguk, maguk, is, maguk is elkövetők. Itt jön be az, hogy ha, ha, ha van egy genetikai késztetése, és volt egy szexuális abúzus gyerekkorában, akkor nagyobb valószínűséggel válik belőle ez. De egyébként egyáltalán nem biztos, hogy ez a biológiai gyökér mondjuk, ez társul egyfajta tanulási történettel. És itt akkor a, magában a pedofiliában is, egy három évvel ezelőtt jutott el oda a szexológia, hogy egy nagyon komplex keretrendszer tudott erre kidolgozni, a pedofilia kialakulásáról is, ez egy nagyon érdekes dolog, ha majd valakit érdekel, akkor ne készítünk róla egy szakmai cikket, de itt a lényeg az, hogy azt mondja, hogy kettőféle pedofiliát különböztet meg. Az egyik, amelyek egy ilyen biológiai készítetésen, tehát egy, egy, egy genetikai-biológiai háttéren alapszik, amelyeket ő megváltoztathatatlannak definiál. Magyarul az egy, mivel nem tanuláson, hanem egy, egy, egy mélyebb rétegben keletkezik, az nem módosítható. Uh -huh. És van egy kondicionált rész, és az a kondicionált rész meg módosítható. Az, hogy ezek a módosítások milyen eredményt fognak elérni? Az, az azt gondolom, hogy a társadalom szempontjából sokkal fontosabb, mint az, hogy szakmailag mi hova uh -huh. soroljuk be azt az adott pedofilt. Mert a társadalmat azt fogja érdekelni, hogy az én gyerekemet ne bántsa senki. És ez azt gondolom, ez hogy ez érthető. érthető és jogos igény. Az viszont, hogy hogyan lehet kiszűrni egy pedofilt, az egy szinte lehetetlen dolog. Ugyanis amiről az elején beszéltünk, hogy van, lehet késztetése, de a késztetés az nem biztos, hogy cselekedetté fog konvertálódni. <laughs> Ugye az, hogy nekem van egy szexuális vágyam a bárkivel szemben, uh -huh. az nem biztos, hogy materializálódik uh -huh. egy szexuális cselekedetben. Most nem a gyerekekről beszélek, hanem például a papokról, akik van egyfajta szexuális vágya, mondjuk egy. Akik szoribátusban élnek, van egy szexuális vágya, de nem éli meg. Uh -huh. ez, egy, ez egy egészen más történet. Van egy olyan eszköz, amivel aránylag jól ki lehet mutatni, hogy ki melyik férfi mire gerjed, ezt péniszpletizmográfnak hívják, amelyik azt méri, hogy a péniszben milyen változások történnek bizonyos ingerek hatására. Ezzel nagyon jól ki lehet szűrni azt, hogy ki az, aki mondjuk egy serdületlen gyermek látványára izgalomba jön. Uh -huh. Innen tudjuk, ilyen vizsgálatokból tudjuk egyébként, hogy különböző válaszokat adnak férfiak uh, serdülőkorú gyermekre, meg, meg uh -huh. a serdülés előtti gyermek látványára. Uh -huh egy Ez kis kitekintés, hogy egy Freund nevű, Freund nevű fickónak köszönhetjük ezt az eszközt, aki egyébként az 50-es években a homoszexuális sok vizsgálatára fejlesztette aha, ki aha, ezt aha. az eszközt. Aztán utána az egészről azt mondta, hogy ez egy rettenetes dolog volt, nem a kifejlesztés, hanem a, a konverziós terápia, ütérre, amit amiről e beszéltünk a másodásban. Szóval, hogy akkor örülhetnénk, hogy halleluja, À, akkor minden férfi farkára kötünk egy ilyet, és meg elégettetjük a képeket, és bizonyos akkor megnézzük, hogy, 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 hogy akkor ő hogyan reagál rá. Igen, ám csak itt van az, hogy lehet, hogy van egy ilyen késztetése, de egyáltalán nem biztos, hogy megéli. És ha viszont nem éli meg, akkor hogyan sorol, és nem okoz neki problémát. Mint ahogy a Papok 99%-nál, a csöbibetusban élő papok 99%-ánál nem okoz egy lelki problémát az, hogy neki időnként vannak szexuális késztetése, és nem éli meg őket. Ez, ez, ez nem teszi őket szorongóvá. Ez egy, ez egy belső igény, ő emellett döntött, és ő ezt nem egy lemondásként, hanem egy emelkedett dologként éli meg. Nyilván nem vonunk párhuzamot a kettő között, de azért értenünk kell, ez egy nem is analógia, hanem inkább egy példa arra, hogy hogyan, hogyan lehet szabályozni egy ilyen késztetést. Tehát nem lehet azt mondani, hogy így, egy ilyen szexuális késztetésnek a kiszűrése az nagyon eh, egyszerű lenne. Hát szinte biztos, hogy nem lehet kiszűrni. És akkor idézzük ide a közvéleményt foglalkoztató és a köztársasági elnök lemondásához vezető pedofilbotrányt. Azért három olyan ember is érintett volt ebben a történetben. Ugye maga az elkövető, az elkövetőnek falazó, és az az úriember, aki annak idején a gyermekvédelem részéről ezt az ügyet eltusolta, ebből kettő pszichopedagógus volt, egy pedig pszichológus. Tehát, hogy hogyan szeretném egy képzett embernél kiszűrni azt ezt el, hogy ő neki van-e ilyen irányultsága, és ezt képes-e egyébként valamilyen módon kezelni. Igen, és akkor gyakorlatilag ugye az egyetlen szűrés az az, hogy valahogy vagy önbevallás, vagy pedig, vagy, vagy, pedig az, hogy valakit már valami típusú cselekmények kapnak rajta. Ez, ez, a, ez, a, ez, a, biztos ezek szerint. Igen, sajnos igen. És ami, eltütt, ami, ami, egyébként nagyon riasztó mindenki számára. Ez így van. És ezt Mint éljön. ahogy nem láthatunk bele valakinek a, a vágyaiba, vagy elkébe bizonyos szinten, szinten túl. Egy nagyon érdekes adatot tudok mondani, nagyon szórnak azok a kutatások, amik azt mérik, hogy férfiak között milyen arányú egyébként, és akkor most a pedofiliának a tágabb értelmezését használjuk, serdületlen, tehát nem csak a serdül, serdül... serdületlen és a serdülőkorban lévő fiúk, lányok iránti érdeklődés, ez az 1-5 százaléktól egy katonai vizsgálatban egészen 24 százalékig ment föl. Tehát ezek még az 1 százalék is nagyon sok. Hát az azt jelenti, hogy egy 10 milliós országban egy 5 milliós férfi lakosság mellett azt lehet mondani, hogy 50 ezer potenciális pedofilról beszélünk. Hát az rettenetesen nagy szám. És akkor az 1%-ról beszéltünk. Azt kiszűrni, amikor valakinek az intellektusa az csekélyebb mértékű, és az önszabályozásban kihívásokkal küzd. Annak a viselkedését föltárni, magyarul mutogatja magát gyerekeknek, ezt aránylag könnyű. Uh -huh. Nem is ezzel szokott lenni a uh -huh. probléma. Azzal szokott lenni a probléma, amikor valaki ismerve ezt a fajta szexuális vágyakozását, olyan szakmát választ, ahol közel tud kerülni, ezekhez a gyerekekhez, ráadásul ugye tudatosan olyan helyeket választanak, ahol a lebukás veszélye kicsi, ahol sérültekről van szó, ahol egyedülállóakról van szó, tehát amerikai kutatásban gyönyörűen lehetett látni, hogy, hogy a pedofilok azok olyan gyerekeket választottak, akik elszakítottak voltak a családjuktól, ezek voltak azok, ugye, akik intézményrendszeren belül gyakorolták. Hát ezek a szexuális. Hát Most a szexuális a... ragadozókról beszélünk. Igen, de azt azért elfelejtjük, hogy a szexuális visszaélések leggyakrabban családon belül. Családon történik. belül, vagy ilyen vagyunk, vagy, vagy, vagy ilyen ne, zárt közösségekben. A zárt közösség az inkább a kirívó eset. Uh -huh. Uh -huh. A szexuális visszaélések jelentős része családon belül történik. Barát, apuka barátja, volt egy konkrét eset, ugye, amikor a nyelvtanár jött át egy kisfiúhoz, és a, a, a szomszéd szobába ott volt anyuka. És a nyelvtanár kényszerítette, tehát használjuk ezt a szót, de nem erőszakkal kényszerítenek ezek az emberek, ha nem, hanem pszichis manipulációval e, kényszerítenek. E, kényszerítenek, tehát egy és nyomással kényszerítette a gyereket, mondjuk egy orális szexre. Ott azt lehet mondani, hogy a szomszéd szobában volt az anyuka. Uh -huh. A legfontosabb dolog, és akkor hogy, ah, ugye volt ilyen kérdés is, hogy hon, honnan látjuk ezeket a jeleket. Egy ilyen pedofilnál az nem fogjuk látni a jeleket. A gyereken fogjuk látni a jeleket. És a gyereknek a viselkedését kell nekünk komolyan vennünk. Minden jelzést komolyan kell vegyünk, amit a gyerekünk ad a számukra. Ha ő azt mondja, hogy János bácsi megsimogatta a combomat, akkor nem azt mondom, hogy Jó, János bácsi, biztosan csak ő. Mm. Nem, nem érhet hozzád. Mm. Nagyon sokszor bagatelizáljuk, nagyon sokszor a gyerek el akarja mondani, Jelezni szeretné felénk, és nem azzal fog indítani, hogy hát János bácsi azt kérte, hogy kapjam be a kukiát, hanem elkezdi mondani a történetet az elejétől. És hogyha már mi az elején azt mondjuk, hogy ugyan, hagyjad, akkor nem fogja végigmondani mm -hmm. a történetet. Tehát a pedofilok kiszűrése az rettenetesen nehéz történet. Az, hogy mi a gyerekeinkre odafigyeljünk, és ezeket a jelzéseket komolyan vegyük, az viszont egy részünkről elvárható figyelem. Abszolút. Abszolút. Visszatérve itt a dologba, azzal kapcsolatosan léteznek a statisztikák, hogy akikben ilyen késztetés van, és akik ezek közül megélik, az körülbelül milyen arányban van? Hát erről azért nem lehet statisztikát mondani, mert nem tudjuk, hogy mennyien élik meg. Uh -huh. Nagyon gyakori az, hogy ugye a családon belüli az a, az, az elterjedtem, uh -huh. a családon belüli visszaélés, hogy ezt egyszerűen nem jelentik. Uh -huh. Családon belüli visszaélés az, amikor a kislány elmegy fürdeni, és, és a megles. nagypapa de mindig bemegy, uh -huh. mikor a kislány fürdik. Ez ugyanolyan visszaélés a testtel. Vagy nagypapa fölajánlja, hogy megtörölgetem uh -huh. a kislányt, mindegy, hogy az most 8 éves, vagy 12 éves. Vagy a pubertáskorú urakahugát uh, valaki úgy ölelgeti, vagy úgy fogdossa, hogy, hogy hogy ugyan nem közvetlenül, de mégiscsak azért... A, a családon belüli visszaéléseknek a kiderülése, az nagyon-nagyon alacsony. Ezért nem lehet megmondani, hogy mennyien élik meg. Ugye ott aztán, pláne, biztosra megy. Gondoljunk bele egy ilyen gyermeknek a kiszolgáltatott helyzetébe. Uh -huh. Apám, nagyapám, nagybátyám, bátyám, ugye? Így ért hozzám. Ha én ezt elmondom, akkor a családunk sérülni fog. És ezért nagyon sokszor ezek nem nem kerülnek ki. Sokkal gyakrabban kerülnek ki azok a visszaélések, amik intézményi rendszeren belül uh, történnek. Uh -huh. Kivéve, ha állami eszközökkel eltusolják ezeket? Hát ugye az elején nem beszéltünk arról, hogy a pedofiliának van egy politikai uh -huh. aspektusa is, és ez pedig az, hogy következetesen használják a pedofiliát valamiféle erettentésre, hatalomgyakorlásra. Ennek az egyik legkézzelfoghatóbb Igazolása vagy bizonyítéka az, hogy nem a pedofília felszámolására törekszenek. Nem a pedofília megszüntetésére törekszenek, hanem a pedofília visszaszorítására törekszenek, hogy legyen pedofília, amivel lehet riogatni az embereket. Uh -huh. Természetesen nagyon nehéz megszüntetni a pedofíliát, de lennének módszerek arra, hogy ez egy transzparens módon megvalósuljon. De Mondj egy akkor példát, kérlek? Amitől a pletizmográf kapcsán beszéltünk, hogy ha én egyébként nekem nincsen késztetésem, akkor nagyon sokan választják ezt, azt az utat, hogy nem, hogy a gyerekek közelébe akarnak lenni, hanem éppen a kísértéstől nagyon távolnak akarnak lenni. Nagyarul, ha vállalja valaki azt, hogy egy péniszpletizmográf vizsgálatot bevállal, azért, mert ő azt mondja, hogy én úgy szeretnék gyerekekkel foglalkozni, hogy nekem nincsen ilyen késztetésem, azzal például teljesen jó kérdés. Jó, viszont. de azt mondanád, hogy például bizonyos szakmákhoz pedagógusnak, gyermekvédelemnek, különböző segítő szakmákban, egyszerűen vagy edzőnek csak az mehetne, akinek, akinek van egy ilyen vagy ilyen fajta. Ez egy radikális megoldás, de igen. Aha. Igen, ez igen. Igen, ezért ennek van egy nagyon-nagyon komoly veszély, amúgy azzal együtt, hogy, hogy valószínűleg, akinek tudja magáról, hogy nincsen ilyen, az bemerülni, de hogy vajon, vajon valaki, aki, aki ezzel nem, nem szembesült soha, akkor kénytelen szembesülni. Én azt gondolom, hogy olyan nincs. Nincsem. Nincs. Tehát, hogy ez pontosan arról is szól, hogy, hogy mindannyiunknak, tehát egy kisgyerekként mi a korosztályunkat is vonzónak találjuk. Persze ők mm. vonzónak találjuk a, az idősebbeket is, de ezt nem feltétlenül mm. szexuálisan találjuk. Mm -hmm. Tehát van egy tudásom arról, hogy mit tudom én, ott van valaki Pistike, Pistike, mit tudom, 14 éves, és a Pistike nem a 14 éves lányokat nézegeti, hanem a 8 éves ugának a barátnőit. Igen. Nincs olyan, hogy nincs tudás arról. Nah. olyan van, hogy ezt a tudást valahogy elfolytja. Világos, világos, világos. És egyébként meg azt gondolom, hogy tartozom annyival a társadalomnak, hogy ha tudomásomra jut, még akkor is, hogyha ezt úgy folytottam el, hogy akkor nem szeretnék olyan uh -huh. helyzetbe kerülni, ahol én ártani tudok embereknek. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. És ez minden szakmára igaz. Uh -huh. Hát ha fölmerül az, hogy én nekem valami olyan problémám van, ami, ami lehetetlenné teszi. Tessze, az, hogy, hogy, mondjuk én... repülőgépet vezessél, akkor... mondjuk epilepsziás rohamaid vannak, akkor, 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 akkor nem, nem akkor nem mehetsz Igen. a pilotának. És hogy nem azért, mert én ne szeretném azt csinálni, hanem azért, mert veszélyeztetnénk más Igen. embereket. Igen. Ez nagyon izgalmas, és, és valószínűleg nagyon, 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 nagyon radikális lépés lenne. Egy picit talán még beszéljünk arról, hogy ha itt tényleg mondjuk egy, 5 10 ról beszélünk, Nyilván van egy olyan réteg, vagy lehet egy olyan réteg, aki ezzel a készletésével küzd, ahogy a már definíciónak a második felében mondtad, nem éli meg, nem csinál ilyet, nem, nem akar pedagógusnak menni, nem akar gyerek, gyerekekkel foglalkozni, de mégis ott van benne valami fajta készletés. Meg lehet -e ezt valahogy a mostani bármilyen fajta pszichoterápiás, vagy egyéb módszerekkel ez, ez, ez dolgozni, át lehet-e dolgozni, hogy mondjuk valaki ezeket a készítését megszüntese, aki mondjuk tényleg ezzel akar valamit kezdeni. De erre mondtam azt, hogy amennyiben ez egy genetikai a kódoltságú dolog, ahhoz nem tud hozzányúlni ez a ez 2021-es kutatási uh -huh. eredmény, akkor uh -huh. ezek a bevatkozások azok, amikor megpróbálják, például a tesztoszeron szintet csökkent. Uh -huh. Tehát itt már gyógyszeres beavatkozásokról beszélünk, annak érdekében, hogy magát a... A vágy irányultságát, azt nem lehet megváltoztatni. Uh -huh. Ha a vágy irányultságát nem tudom megváltoztatni, akkor a vágyat kell á, tudjam csökkenteni. Tehát ez sokkal inkább erről szól. Uh -huh. Az, ami egy kondicionálásnak a, az eredményeként jött létre, uh -huh. és megint csak itt ugye azért az szokott lenni, hogy van neki pedofil vágya, meg van neki nem pedofil uh -huh. vágya. Tehát ez a nem kizárólagosság. Uh -huh. És akkor ott, ott lehet pszichoterápiás módszerekkel olyan viselkedés terápiás. A intervenciókat alkalmazni, ez a legelterjedtebb, ahol ezt aránylag jól lehet kezelni. Az aránylag jól az azt jelenti, hogy szinte biztosra lehet mondani, hogy ő nem fogja megélni ezeket a vágyakat, és szinte biztosra lehet mondani azt, hogy ez nem fog neki különösebb szenvedést okozni. A szinte biztost azt azért mondjuk, mert biztosat ilyet nem lehet kijelenteni. Márpedig a társadalom azt szeretné hallani, hogy biztosan nem lesz ilyen. És nyilván ebben az esetekben, ha most a második típusonál beszélünk, ott, ott azért ez egy fontos dolog, hogy valaki ne, ne kerüljön olyan helyzetben, ahol... Tehát, hogy ne legyen kitéve ennek a helyzetnek. Tehát én akkor ne, ne válaszoljon a szakmát, ne, le, ne legyen olyan ill illetszakasz, amikor gyerekek akár a felügyeletére vannak bízva. Én azt gondolom, hogy most egy nagyon radikális és elméleti megoldásról beszéltünk. Mm -hmm. Nem gondolom, hogy ez lenne a megoldás, és nem gondolom, hogy a megoldás az nálunk lenne. Mm -hmm. Egy lehetőséget vázoltunk föl mm -hmm. a sok közül, ami megoldást jelenthetne én már most látom, hogy mennyi komment lesz majd, Igen. Á, hogy uh, ha ilyen egyszerű lenne a megoldás, nem egyszerű megoldásokat mondtunk, és csak ez egy podcast beszélgetés, ahol nem kiforralt á, megoldásokkal állunk elő. De azt érteni kell, hogy magának a pedofiliának a léte az nem egy újkori találmány. Az nem újkorban jött létre. Az nem a nyugat métejezése. Sőt, mi ha, sőt hogy tovább menjünk, alapvetően ennek nincsen semmilyen fajta emberi viselkedés ez a dolog. Tehát, hogy az a helyzet, hogy ugye vannak olyan emlős fajták, ahol kimutatható, hogy felnőtt nem éret érett példányok rámozdulnak még éretlen példányokra is. De, és ez hát ugyanez megvan a főemlősöknél, és legalábbis a bonóknál egyértelműen tudunk ilyen dolgokról. Tehát, nem erről van szó, hogy ez egy emberi deviancia lenne, azzal együtt, hogy a mi társadalomban ez természetesen ez egy teljesen elítélt viselkedési forma. Hogyha megnézzük ennek az értelmezését, ugye azt látjuk, hogy ha most csak a itt az európai kultúrkörnek a gyökereibe megyünk bele, hogy voltak olyan időszakok, ahol ez sokkal tágabban volt értelmezve, magyarán éppen a serdülőkornak a szélétől, akár itt éppen, hogy csak mondjuk az első mensubációs időpontjától, és adakányos esetben fiatal fiúkkal, bizonyos társadalmakban, bizonyos társadalmi osztályokban ez nem, nem, nem tartottak egyáltalán megvetendőnek, vagy ha ajánljuk figyelmükbe például az ókori Görögországról készült két részletadásunkat ahol német györ professzorral is beszéltünk ezekről a témákról. Ugyanez máshol egyfajta hatalomnak a kifejezése volt egy társadalmi osztály, egy fősőbb társadalmi osztályba tartozó személy, akár rabszolgáit, akár a saját szolgáival, és itt most sajnos fiatal fiúkat fiatal lányokat, gyakorlatilag szinte azt csinált, amit akart, és senki nem nézett, tehát miatt furcsán rá. De olyan létezünk, léteznek ennél sokkal számunkra a nagyon extrémebb törzsi társadalmok. Te mondtál egy példát, ugye ezzel kapcsolatosan valamelyik afrikai törzsel kapcsolatosan. A, nem afrikai volt, hanem a új géna a környékén a szimbari törzs, ahol a nyolc éves fiúkat elválasztják, vagy elválasztották egészen a 80-as évekig élt ez a hajomány nyolc éves fiúkat elválasztották az anyuktól, férfi közösségben nevelkedtek, és a férfi közösségben a náluknál idősebb fiúkat orálisan ki kellett elég, elégíteni, mert az ondó volt a férfiasságnak az a fajta váladéka, amit le kellett nyelni azért, hogy ő férfibá váljon. És ez abban a kultúrkörben nemhogy elfogadott, hanem elvárt cselekmény volt, 14-16 éves korukban ezek a fiúk megházasodtak, és utána nem végeztek sem homoszexuális tevékenységet. Más kérdés, hogy a következő generációt ugyanilyen a mi fogalmaink szerint pedofil cselekménnyel sújtották. A be. Igen. 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 Ami, mondom, ami abszolút európai kultúrkörből nézve, vagy nagyon, az a legtöbb kultúrkörből nézve nagyon bizarr és nagyon furcsa szokás, szokás. Tehát azt jelenti, hogy ez a magában emberi viselkedésként létezik. Az más kérdés, hogy nekünk kulturális nem kell, nem kell ezzel kapcsolatosan, azon kívül, hogy tudomást veszünk, hogy léteztek ilyenek, vagy léteznek ilyen szó, léteztek ilyen szokások. Nekünk, európai kultúrkörben ezt nem kell elfogadnunk, és nem kell tolerálnunk. Abszolút nem, és nem is toleráltuk. Tehát ugye az mondtam, hogy ez a 80-as évekig, a 70-es években még biztosan volt, a 80-as években van nem vagyok biztos benne, de azt viszont tudjuk, hogy az 1500-as évekből Magyarországról, hogy hogy olyanokat, akik gyerekekkel fajtalankodtak, azokat kivégezték. Egyébként eléggé drasztikus módon, tehát hogy elrettentő módon. Nyilván a pedofiliával való uh, szembeni fellépésnek van egy elrettentő része is. Tehát minél elrettentőbb valami, annál inkább uh, fogja ezt a fajta cselekvést kontrollálni. De ennek van egy másik része is, ez pedig az, hogy Hiába fenyegetek én valakit nagyon komoly büntetéssel, hogyha a lebukás veszélye kicsi. És ugye erre hogy azért választanak olyan tevékenységeket, főleg az intellektuálisan magasabb szinten lévő elkövetők, mert ők tudják azt, hogy hogyan kell ott úgy viselkedni és hogyan kell úgy manipulálni, hogy az, a cselekményük az ne derüljön ki. Hát gondoljunk bele ebbe a mostani történetbe is, hogy az volt az igazán megdöbbentő, hogy János bácsi, az visszaélt a gyerekekkel, és volt mellette Endre bácsi, aki pszichológusként és tekintélyként elkezdte a gyerekeket arra biztatni, hogy vonják vissza a valomásukat, és tagadják meg azt, ami velük történt. Ezt nem lehet minősíteni rosszabbnak, mint a pedofil cselekményt, de azt azért lehet látni, hogy ez a hatalmi dinamika, amelyik ennek a leplezésére szolgál. Ez nagyon jól működik, és hogyha a lebukástól való félelem nem a hat visszatartó erőként, akkor ezt folytatni fogják. Igen. És akkor így záró gondolatnak, ugye, talán amit leginkább a hallgatóink felé tudunk mondani, hogy nyilván a pedofilia, vagy bármifajta ilyen késztetés ez ebben nem, senkinek nem látunk bele a fejébe, egy másik embernek a fejébe. Amit tudunk tenni, hogyha saját gyerekeinkre, hogy odafigyelünk, hogy olyan kommunikációt, olyan kapcsolatot ápolunk velük, amiből figyelünk a jelzéseikre, a viselkedésükre, figyelünk arra, amit mondanak, látjuk, hogyha érzékeljük, hogyha valami van, ami nem azt jelenti, hogy nekünk rettegnünk kell, hogy, 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 mi történik, mert ezer oka lehet annak, hogy egy gyereknek egy kicsit megváltozik a viselkedése. De azért itt vannak figyelmeztető jelek, amire oda kell figyelni. A másik fele a dolognak ugye, hogy bizonyos szinten lehet ezzel mit kezdeni, tehát hogyha valakiben ilyen jellegű késztetések vannak, nem éli meg, nem akarja megélni, tudatosan tudja, hogy ez nem jó, és ez veszélyes, és ezzel ő ártana másnak, magának minden szempontból, létezhetnek bizonyos szintű terápiás megoldások, és az érdemes tényleg jó szakembert keresnie, de ehhez azért nagyon komoly határozás kell. Azt tegyük hozzá, hogy Magyarországon erre nagyon kevés lehetőség van. Uh -huh. Még egy adat eszembe jutott, hogy Németországban van egy önkéntes alapon működő olyan szervezet, amelyik azt a célt tűzte ki, hogy pont ezeket a pedofil hajlamú, hajlamú. hajlamú embereknek segítsen. Uh -huh. Most fejben meg nem mondom, de körülbelül tíz éve áll fönn, uh -huh. ez alatt a tíz év alatt 5000 ügyfelük volt Németországban. Ez egy nagyon komoly szám, Igen. Úgyhogy igen, Magyarországon valószínűleg kevés erre képzett szakember van, és illetve nyilván ez egy nagyon kemény terület azok számára, akik szakemberként ezzel foglalkoznak. Egyáltalán nem csodálkozhatunk azon, hogy egy csomó, akár pszichológiával, akár klinikával foglalkozó szakember azt mondja, hogy ez nem az én asztalom, én ezzel nem szeretnék foglalkozni, mert nem szeretnék erre ránézni. Úgyhogy létezhetnek megoldások, de igazából az emberi kapcsolatoknak a jó fenntartása, az odafigyelés, a tudatosság az, ami talán segíthet. Köszönjük szépen! Ez volt a mai SZESZ Kultúra Podcast, és ha kérdésetek, véleményetek van, esetleg témát javasolnátok, keressetek minket az Instagramon, a Facebookon, vagy pedig e-mailben. Köszönjük szépen a figyelmet!